Az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban programsorozat és a Tirpák Fesztivál részeként került sor a Száll a világ lepkeszárnyon énekelt versek Sebő Ferenccel című előadásra a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Az eseményt az Országos Széchényi Könyvtár és a Cimbora Alapítvány szervezte, melynek keretében a Kossuth Díaz zeneszerző, népzenekutató és előadó művész Sebő Ferenc keltette életre az énekelt versek varázslatos világát a Junior Prima díjas Sós Réka népdalénekessel, ahol az érdeklődők egy órányi lélekmelengető dallammal és költészettel gazdagodhattak. Ez a rendezvénysorozat július 1-től december 31-ig tart Magyarországon. Minden megyeszékhelyen, minden megyében megjelenek ezek a programok, ami az EU-s soros elnökség tiszteletére született. A címe 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban, és tulajdonképpen a nagy művészeti intézmények, művészeti és közgyűjteményi intézmények a legjobb produkcióikat hozzák el. Amivel mi érkeztünk, az az Országos Széchényi Könyvtár és a Cimbora Alapítvány programja. Sebő Ferenc Kossuth Díjas zeneszerző, énekes és Sós Réka Junior Prima díjas népdalénekes programja. Sebő Ferenc művészete több generáció számára ismerős lehet, hiszen nevéhez fűződik a magyarországi Táncház Mozgalom megalapítása, valamint az énekelt versek népszerűsítése. Az előadás során olyan költők művei hangzottak el, mint Babics Mihály, Vörös Sándor és József Attila. Régi verseket és új verseket éneklünk, régi és új zenével. Az énekelt vers műfaját én elég régóta, 1970 óta terjesztem és próbálom meghonosítani. Úgy látom, hogy nagy sikerrel, mert most már nagyon sokan énekelnek ilyenek. Ez a műfaj valamikor az emberek mindennapi életének a része volt. Ma népdalnak hívják egyébként, de régen ezt hívták költészetnek. És azt ugye tudjuk, hogy a régi évszázadokban ezeket a szövegeket dalszövegként énekelték és írták is, és elég sok időnek el kellett ahhoz telnie, a fejlődés olyan fokára lépett az emberiség, hogy elkezdték már dallam nélkül is szavalni a verseket. Aztán a legkövetkező lépcsőfok az volt, amikor már a dallamot is elhagyták és némán olvasták, nem csak fennhangon, és hát most elkövetkezett az a korszak, amikor már nem is olvasnak semmit. Úgyhogy most előre kezdjük a kört, és most megint elkezdtük énekelni a verseket. Szintén az 1100 éve Európában, 20 éve az Európai Unióban interaktív vándorkiállítás keretein belül a Váci Mihály Kulturális Központ előtt zajlott a Csoda a te kezedben van interaktív cirkuszi produkció. Az esemény során a közönség megismerkedhetett a cirkuszművészet alapjaival, miközben tehetséges művészek látványos előadásokat mutattak be. A fellépők között volt, aki drótkötélen mutatta be lenyűgöző egyensúlyérzékét, de létre és kardegyensúlyozást, valamint zsonglőr mutatványokat is láthattak az érdeklődők. A rendezvény lehetőséget adott arra, hogy a nézők aktívan részt vegyenek, és testközelből tapasztalják meg a cirkusz csodálatos világát.